ezekben a napokban megjelent Keresztelő János, és ezt hirdette Júdea pusztájában. Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Térjetek meg, térjetek meg, térjetek meg. Gyi, oda föl! Adj Isten jó napot! Fogadj Isten! Hát minek jön a gázon, ha megkérnék? Mert is ne! Köszönjük a jóságát! Na gyerekek! Kapaszkodjatok föl! Vigyázz Mirjám, meg ne csúszsz a kerékem! Hő-he-hő, megállsz, Bodor! Megyünk, megnézzük a profétát, hogy megfürdeti az embereket a folyóban. Anya azt mondta, hogy a ruhája... Húzódj arrébb, kisfiam! Férjen el apád is. Mehetünk? Igen, igen. Gyí, Bodor, gyí! Szép a körfogat. Nézzük a prófétát! Nézzük a prófétát! Nézzük a prófétát! Nyugas már, fiam! Miféle prófétát, ecsém? Azt a János, akinek olyan jó híre kell. A sivatagban, a folyó túlonnan hirdeti az igét. Á, az! Cs. Mi baj van vele? Tevesző ruhába jár, bőröd van a derekán, és nem esik más, csak sáskát meg mézet, ugye, anyu? Van rosszabb is a sáskánál, mármint a pirított sáskánál. Egy nagy csomó embert megkeresztel, megmeríti őket a vízben, és lemossa bűneiket. Helyha! A bűnök meg leúsznak a folyón, mint azok a fekete fickánzók, hogy is hívják? Hogy úsznának, tyúkeszű? Nem látszanak. De hogy nem látszanak? Nem! De! Nem, nem látszanak. Elég legyen a veszekedésből, haszontalanok. Kérdezd meg, anya! Nem, kisfiam, a bűnök nem edi halat. Rond a sötét fickándozó gondolatok a kis fejecskétben. Megmondtam, megmondtam, tyúkeszű. Hagyd abba, ne bosszasd a kicsit. Gyí, Bodor, gyí! Bele, bele, te! Kelünk át a Jordánon, mint Józsué a Frigyládával. A Jordánon, a Jordánon, a Jorodondánon! Jaj, maradj már nyugton, kisfiam! Mi baj a kennek azzal az emberrel? Nem kenyerem az ilyen prédikálósdi. Végezd tisztességgel a dolgod és boldogulsz. Az Úr nem hagy szükségben. Ha tisztes bért ad, én azzal beérem. Nekem több nem kell. Van ebben valami, de nagy portfelet tett fel ez a János. Állítólag azt hirdeti, eljött a Messiás, hogy megszabadítsa Izraelt. Elhozta az ígért országot, hogy mindenki megkapja maga tisztességes bérét, és megszűnjön a kegyetlen római kizsákmányolás. Ez politika. Fogadjon meg Kend egy jó tanácsot. Ne ártsa bele magát az ilyesmibe. Ezek a proféták meg messiások mind börtönben végzik. Gyí, te gyí! Húzd ki, Bodor, húzd! Hű, mennyi ember van a parton? Nézzétek, mennyien vannak a parton! Megjöttünk, szálljatok le! Csak óvatosan, gyerekek! Semmi baj, asszonyság, a legényt leadom. Ugorj, Izsák! Ügyes nagyfiú! Köszönjük a Kend jóságát! Szóra se érdemes! Gyí, te gyí! Járjanak szerencsével! Csak távol a politikától! Hű, de jól befűtöttek ma is! Csak el ne csámborogjatok tőlem! Itt egy fa, talán behúzódhatunk az árnyékába. Adj Isten, jó asszony! Beülhetünk mi is melléd a fa alá? Csak tessék! Látjuk majd innen? Persze, a tömeg a proféta elé ment az úton, de nyilván visszajönnek meg, mert a megmerítések itt lesznek a gázlónál. A Jordán túloldaláról jönnek? Onnan! Az asszonynak már kifúrta az oldalát a kíváncsiság, hogy ki ez a Keresztelő János. Hallottad már prédikálni? Még nem, de azért jöttem. Tudjátok, gyerekkorában ismertem. Ejha! Úgy bizony, a szüleivel régen szomszédok voltunk, amikor fönnéltünk a hegyekben. Különös dolog történt velük akkor. Kíváncsivá teszel. Mi történt? Mi történt? Hát, János apja Zakariás pap volt. Drága Isten félő ember, ahogy a felesége is. Jól emlékszem rájuk. Persze már 30 éve is annak. Akkor még az öreg Heródes uralkodott. Az jó király volt. Bezzeg alatta Júdea független ország volt. Az unokája a nyomába se ér a hétszentség. Csit! Vigyázz, miket beszélsz! Tessék tovább mesélni!
Zakariásnak, meg a feleségének nem volt gyereke. Sokat reménykedtek, imádkoztak és vártak, míg végül beletörődtek, hogy Isten nem áldja meg őket gyermekekkel. Hanem egyszer, amikor Zakariás meggyújtotta a templomban a tömjén, hirtelenében fölnézett, és angyalt látta. Hol? Az oltár jobb oldalán. És az angyal... Milyen volt az angyal? Mint egy szép szál deli legény, gyönyörű, ragyogó ruhában. Azt mondta... Hogy hívták? Gábriel arkangyal volt az. Gondolom, majd kiugrott a papnak a szíve. Félt, kislányom, félt. De az angyal ezt mondta neki, ne félj, örömhírt hoztam. Isten fiat ad neked, szent próféta lesz, és Jánosnak nevezed. És mit gondolsz, mit mondott Zakariás? Biztos nagyot kúrjantott a rémében. Sajnos azt mondta, nem hiszem én azt. Jaj! Ezt mondta, sokáig vártunk gyerektelenül, és megvénültünk. Nem hiszem, ha csak nem adsz valamilyen jelt. Mi az, hogy jel? Valami különleges dolog, ami bizonyítja, hogy amit az angyal mondott, igaz. Erre az angyal ezt felelte. Rendben, ha nem hiszed, amit mondok, adok én neked jelt. Megnémulsz, és nem szólhatsz mindaddig, amíg a fiad meg nem születik. Zakariás abban a szent minutában bekukult, egy szót nem sok, annyi se jött ki a száján. Szemény papácsi. Hogy a szavamat egymásba ne öltsem, Erzsébet várandós lett. Meg is szülte a fiát. A rokonság azt akarta, hogy az apja után Zakariás nevet kapja, de az anyja, Erzsébet, ragaszkodott hozzá, hogy János legyen a neve. A rokonok nem értették. Ugyan miért? Egy János sincs a családban. Erre oda mentek Zakariáshoz, hogy megkérdezzék. Az meg egy cédulára felírta. János a neve. És akkor egyszeriben megoldódott a nyelve. Tudott megint beszélni. Jól tette, hogy az... Hogy emlékezett arra, amit az angyal meghagyott neki. A János mégiscsak szebb, mint a Zakariás. A gyermek természetesen erős hivatástudatban nevelkedett. Utoljára 15 éves korában láttam. Maga szikárlegény volt, és vad, mint egy sólyom. Ógortos netán? Hű, mennyien vannak az úton? Biztosan ő érkezik. Nem mondanám ugortosnak, csak furcsának. Sokat csatangolt együtt az unokaöccsével, egy názáreti ács fiával. Őt Jézusnak, az apját Józsefnek hívták. Valahogy én ezt a Jézust mindig különnek éreztem, de nem tudom, mi lett belőle. Bizony az ilyen ígéretekből gyakran nem lesz semmi sem, mire felnőnek. Te jó ég, egész Jeruzsálem kín van. Farizeusok is jöttek, csapatostul. Azok nem igen járnak vándorprédikátorokat hallgatni. Meg 3-4 jeles írástudó is. Erre a Jánosra csak ugyan sokan odafigyeltek. 2 lévita tart erre. Nagyon jönnek. A templomi rendőrség is rosszat sejtett. Nézzétek, az biztosan ő. Látjátok, gyerekek, ott az lenne János? Az a magas sovány ember, a hosszú fekete hajó? Az ám. Éppen olyan, amilyenre emlékszem. Hosszú lépteivel bejár hegyet, völgyet, miközben Ézsaiás proféciáit zengi. Nem változott semmi. Uramisten, milyen különös megjelenése van annak a fiatalembernek. Melyiknek? Most veszi le a felső ruháját, odanéz. Közvetlenül ott a kövér öregasszony mellett. Hol? Nem látom. Aha, arra ott. Az aranyszakálú, arra gondolsz? Igen, arra, akinek olyan furcsa a tekintete. Azt hiszem, szerintem, de biztosan ő az. János unokatestvére, tudod, akiről beszéltem? Zács fia? Azaz, Jézus bár Jószép. Hát nem érdekes? Amikor véget ér ez az egész, el kell csípnem egy szóra. Szerintem ő az utolsó a jelöltek közül. Rebeka, a mennyek országának keresztségével. Légy szerény és szorgos, és neveld gyermekeidet az Isten szeretetében. Téged hogy hívnak? Jézus, te itt? Te jössz én hozzám keresztségért? Pedig fordítva kéne, nekem kellene hozzád mennem. Tedd, amit kérek tőled, János. Helyén való így kezdeni, mint mindenki más. Ha te mondod, öcsém. Áldott legyen Isten. Áldott legyen Isten. Áldott legyen Isten. Jézus legyen. Keresztellek téged, Jézus, a víz keresztségével, a mennyek országáért. Hé! Az ég dörgör? Csak vihar ne legyen! Az Isten szólt! Áldjon is meg téged, te gyermek!
Nagy fehér villanást láttam lejönni a mennyből. Nyári villámlás volt csak, drága gyermekem. Lehet, hogy angyal volt. Hát, neked biztos többen egy kerékkel folyton képzeleksz. Pedig lehet, hogy igaza van. Szerintem Jézus bár jó szép, gyakran látja az angyalokat. Naná, megmondtam. Nem tudhatjuk, kisfiam, de ne nanáz, nem való. Erre jön Jézus, úgy néz ki, mint aki éppen látomásokat lát. Jézus bár jó szép, emlékszel rám? Hogy ne emlékeznék, Hanna? Hogy megy sorod? Nagyon jól, örülök, hogy újra láthatlak téged is, és Jánost is. Hogy vannak a szülők? Józsefben Héli, Ábrahám kebelében kihel. Anyám, köszönöm, jól van. Sokszor emleget. Milyen kedves tőle. Add át neki üdvözletem. Átadom. Öcsém, Jézus öcsém. Várj csak egy pillanatra, János. Ide néz. Ugye nem felejtetted el Hannát, Léviben Iszakár lányát. Isten áldjon meg téged, Hanna, és mindenkit, aki az Isten országát keresi. Hé, Jézus bár jó szép! Nos, fiatalember, mit tettek érted? Tudni akarok valamit. Jaj, kisfiam, mindig háborgatnod kell valakit? Borzalmas, hogy ezek a gyerekek miket nem kérdeznek. Én szeretem a gyerekek kérdéseit. Mondd csak, fiam. Az a nagy zaj mennydörgés volt? Mert szerintem Isten szólt hozzád. A nyavaját. Angyalt láttál? Láttam, hogy megnyílik a mennyország. És Isten lelke galamként leszáll, és egy hang így szólt. Ez az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm. Ó, na tessék, Mir! Nem mondtam. Igazán nem mondtam. Befogtam a szám. Ugye? Mint egy hősvérfi. Ellenálltál a kísértésre. Legközelebb csak gondolom. Nem mondom egyáltalán. Nem egészen. A csúnya gondolat ugyanolyan rossz, mint a csúnya szó. Apám azt mondta, tartsd be a törvényt, és ne beszélj rosszat. De ha nem azt mondod, amit gondolsz, nem mondsz igazat. Nem. Gondold meg, ha mindig jóra gondolsz, nem akarsz rosszakat beszélni. Nem kell gyötörnöd magad, hogy a törvényt megtarts, mert szerető gondolataid megtartják neked. Gyerekek, ne alkalmatlankodjatok. Ez a két gyerek képes lyukat beszélni az ember hasába. Jézus bár jó szív, kérlek, gyere el hozzánk vacsorára. Szeretnék, de most ki kell mennem a pusztába. Egyedül akarok lenni Istennel. De öcsém, előtte váltsunk néhány szót. Úgy igaz, nekünk is mennünk kell. Mindenki hazament, és még ránk esteledik. Nos, akkor Isten legyen veled. Amikor visszajössz, talán lesz mód találkoznunk. Lesz. Addig is Isten áldjon benneteket. Isten veled, János! Isten veled, Jézus! A gyermek hallotta és látta. Magam is hallottam és láttam. Te vagy az ígért messiás. Mindig is tudtuk, mégis, esküszöm, fogalmam se volt róla. Az unokatestvérem és a barátom vagy. Együtt játszottunk. Együtt beszélgettünk. Tanakodtunk az Isten országáról. És akkor ezt az üzenetet kaptam. Egy napon meglátod az Isten lelkét leszállni egy élő emberre. Az az ember tűzzel kereszteli meg a világot. Amikor ezt most láttam is, beleborzongott a hátam. Mit jelentsen ez? Ismerlek gyermekkorunk óta. Most rá kell ébrednem, nem ismertelek sosem. Mondd meg nekem, Jézus, Mária fia, ki és mi a messiás, Isten Krisztusa? Amikor a bűnbánat vizével megkereszteltél, arra sem lévén méltó, hogy megcsókoljam a lábadat, anyám unokatestvérének fia. Úgy éreztem, Isten meggörnyed az ember bűnének terhe alatt, és tudtam... Mit tudtál, te, akit a hang Isten fiának mondott? Tudtam... Mit jelent az ember fiának lenni?